Harmadik alkalommal szervezték meg a Bihar megyei Szentjobbon a hurka, krumplis hurka és kolbásztöltő fesztivált. A régi disznótorok hangulatát és ízvilágát megidéző gasztronómiai rendezvényre ez alkalommal 11 csapat nevezett be. Ha valaki Szentjobbon jár, ne felejts el megkóstolni a helyi specialitásnak számító krumplis hurkát, azzal a célkitűzéssel, hogy az étel különlegességet tágabb körben megismertessék, 3 évvel ezelőtt szervezték meg az első hurka, krumplis hurka és kolbásztöltő fesztivált, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend nem csak a helyiek, hanem a határon túlról érkező testvértelepülések körében is. A tegnapi nap folyamán pénteken reggel korán már 2 nagy hízónak a levágására került sor, amiben sürögtünk, forogtunk ahhoz, hogy ma reggel már egy kóstolót tudjunk tenni az asztalra, délre toroskáposztát, úgy, ahogy a hagyományok szerint minden elő van írva, hogy ne csak az elkészített ételek, hanem az általunk elkészített ételek is legyenek ízlelve, és legyenek dícsérve, és továbbvéve nem csak a falu megye, hanem a határnak a túloldalára is. A helyi intézmények, az egyházak és baráti társaságok csapatai mellett Szentjobb magyarországi testvértelepülései, Sáp, Gáborján és Szentpéterszeg képviselői is versenybe szálltak a legfinomabb hurkának és kolbásznak járó címért. A szentpéterszegiek ez alkalommal is összeszokott csapatként érkeztek az érmeléki megmérettetésre, hiszen ők már 14 éve rendezik meg a saját, hasonló jellegű fesztiváljukat. De mi adja a különlegességét a szentpéterszegi hurkának és kolbásznak? A szentpéterszegi hurkának, kolbásznak a sajátosságát a szentpéterszegisége adja. A szentpéterszegiek azt szokták mondani, hogy van a világ, meg van Szentpéterszeg. Mi ezt a világot, ezt a szentpéterszegiséget töltjük bele a hurkánkba, a kolbászunkba. Ezt máshol úgy mondják, hogy a lelkünket adjuk, mi a péterszegiségünket adjuk bele. A nap folyamán a benevezett résztvevők ugyanannyi kapott alapanyagból, viszont saját receptek és fűszerek felhasználásával készíthették el a hurka és kolbász különlegességeket. A Békés Csabáról érkezett zsűri összesített végeredménye alapján a Vándor trófeát ez alkalommal a helyi asszonyok és lányok ízőrző nevű csapata vihette haza.